fenn vagyok a beszélő kutya, a YouTube sztárja, az internet ura. A kutyák tisztelnek, az emberek félnek a hatalmamat. Messziről érzed a területemet, már körbejelöltem az egész világ. Meg hajlik előttem a gangster élet kemény, sok ugyan nem is bírja. Ha keresztbe teszel, akkor ki leszel nyírva. Oh, a kutya gettó. Meg a motivációt adja a chat, hogy ennyi, fú, írnak az emberek, hajrá, Monin, te vagy a legjobb, hát ez ilyet senki nem ér mondjuk, de ne is írjanak amúgy, ez hülyeség lenne. Ilyet csak gyerekek írnak, youtubereknél is. Oda megy a gyerek, hallottam már több youtubertől is ilyet, hogy oda megy a kölyök. Szia, te vagy a kedvenc videósom, izé, így meg úgy, meg fú, hallod, akkora király vagy. Hát de most bazdmeg, hogyha rám dobja a Firebolt 1v1-be, akkor miért ne dobjak rám még 20-at? Tehát most direkt ezért veszem a Firebolt. Én akkor nem, hogyha az ellenfél nem Firebolt spammel engem, akkor maximum ugrálásra használom a Fireboltokat. De hogyha elkezd engem egy Firebolt is rám dob, akkor az összeset rádobom. Megtanulja a leckét. Jól beszopatta magát amúgy. Mi? Amúgy alapból, nem is értem, hogyha egy bridge-nek a tetején van, akkor miért dobál Firebolt? Tiszta hülye. Nem is tudtam, hogy ott voltam úgy, alapból észre sem vettem volna, hogyha nem dobja el. Megváratta volna, még csinálok egy új bridge-et, és hátamba dobja, és meghalok, de hát... Nem sok észre adott neki a jó Isten. Na haladjunk, haladjunk, chat, haladjunk. Egy eurónál kevesebbet nem fogad be a Streamlabs. Tehát várj, tippeljetek, hogy 50 forint donétból én mennyit kapok. Régen volt ilyen. Na, a YouTube csatornám, amikor még ott streameltem, volt ilyen. Tehát szerintetek az 50 forintból hány forintot kaptam meg a PayPalon? Na, szabad a gazda? Elmondjam? Nullát! Konkrétan nullát! Ott volt a tranzakció és kiírta, hogy 50 forint volt az 50 forintnak a tranzakciós díja. Tehát az 50 forintnak a tranzakciós díja 50 forint volt. Tehát konkrétan az összes pénzben nyelte a PayPal. Ezért 200 forint alatt konkrétan felesleges. Tehát még a 100 forintért is nullát kapsz amúgy. Repülj már le! Kösz! A kurva szádat neked meg! Síí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 
Nyertem! Észre se vettem, hogy még a game-nek. Na, nem építhetsz. Na, ez egy nagy, ez egy jó challenge. Na, ez egy jó challenge. Nem építhetek, zsír. Na, most akkor az első dolgunk az az kéne legyen, hogy eljussak odáig, és vegyek jobb generátort. Tehát ezt akkor egy kezdeném ezzel. Ez egy egész jó kezdés nekünk. Elmírom le fishlinket. Na, jó fej, és elment, és elment! Szegény srác, megölték. Pedig milyen jó arc volt. Hát, nyilván. Be is jelölt, milyen jó arc. Dude. Ekkora pina vagy amúgy. Bro! No, menjünk ide tovább. Igen, ez itt... Igen, itt lesznek problémák a közlekedéssel. De fogok SMP-zni. Gyere már rám. Hát GG. Megpróbál megint építés nélkül. Jó, tudjátok mit? Változtatunk a szabályokon, hogy kicsit élvezhetőbb legyen ez a challenge, mert így eléggé nem élvezhető. Kettő darab gyémántot kell szereznem, hogy tudjak venni jobb generátort, és tudjak még több Iron Towert, vagy a Pop-Up Towert venni. Utána nem építek, de a generátorig el kell mennem. Tehát a generátor és az ágybefedés
ez a kettő dolog, ahol el kéne építenem. Utána nem építek. Csak pop-up towert használok. Meg bridge-eget, meg ilyeneket. Na, menjünk is a generátorhoz. Ő meg rám akar jönni, úgy látom. Az zöld, aranyos zöld, jó, fejna jön. Vegyünk egy gyorsabb generátort. A zöldet meg kéne ölnöm. Jók vagyunk! Na, erre már nincs szükségünk. Jó. Lehet, hogy az armort is meg fogom tudni venni nem sokára, de veszek egy pop-up towert. Aha, ott lesz egy fight. Ez nekünk egy elég jó alkalom lesz arra, hogy rámenjek az arcra, miközben fightolnak. Csak veszek magamnak healinget, mert az elég jól jönne nekem most itt, igen. Szerintem, hogyha odarakom a pop-up towert, akkor föl tudok menni. Én nem biztos, de... Mi? Tesó! Ez nekem 24-be került! Szerver! Visszaadnád a... Hallod? Jó lesne, hogyha visszaadnál szerver amúgy... Bro... Akkorilán... Hát játssz... Egy challenge-et nem tudok... Isten, ez annyira jó lett volna, pedig simán meg lett volna! És konkrétan odaadtam magam az embernek ingyen. Aj, atyám... Miért kell ezt? Faszom! Na hát... Még mindig nem építhetek, az arc nem ide, amit ide szeretne jönni, és a zöldet ott megölték helyettem, és az ágyát kiszedték helyettem. Jó fejek! Jó lenne még a generátorra upgrade-elni egy kicsit, hogy mondjuk még több vasat adjon, mert kéne még pop-up tower. Még egy pop-up towerre van pénzem, ez már három pop-up tower! Nagyon jó. Veszek még ilyet. Aztán haladunk. Haladunk. Haladok, avalok, zuhanok. Ej, bré. Jaja. 20 éve rappel a góré. Kedvenc vid is, az én vagyok, remélem. Akinek nem én vagyok, az hazudik. És fel is jöttünk. Lazán. Fönn vagyunk az Emeraldnál. Ebből majd tudok venni bridge egget, esetleg. Mennyibe kerül egy bridge egg? Kettőbe? Remélem csak kettőbe. Vagy egybe? Nem egybe. Tudod, nem egybe. Szerintem kettő. Kettő lesz, mert van három is, szóval nagyok vagyunk. Bázisom úgy sincs, szóval mehetek bárhova, csak ugye úgy kéne, hogy mivel nem építhetek, valahogy visszafele is kéne jutnom. Tehát lehet, hogy a saját bázisomat kéne megcélozni mindenképp. Jó, menjünk vissza a saját bázisomra. Azt innen is tudom csinálni, ugye? Most no building van. Nagyon király. Zsír. Jók vagyunk. Nem ártana amúgy a TNT-sem, mert azzal is tudok közlekedni. Igaz, hogy nem olyan messze, meg nem olyan sokat, de azért jó. Jó, ha van. Tehát például, itt ő nála, mit csinál amúgy? Tesó, nincs ágyam. Te bolond vagy? Jók vagyunk. Oda mehetünk is hozzá. Nem tudom, hogy ott most mi a terv, de... Te barátunk egy kicsit... El lesz kapva, azaz! Ajaj! Jók vagyunk, megmentettem az életemet konkrétan szerintem. Itt van? Vagy jön? Mit csinál? Még mindig azt hiszi, hogy van ágyam? Szerintem ő még mindig abban van, hogy van ágyam. Ezt most végig kell néznem. Igen, még mindig azt hiszi, hogy van ágyam. Na, most rájött, hogy nincs. A legokosabb Bed Wars player, akivel eddig találkoztam. A legokosabb. Kétszer próbáltam meg kiszedni az ágyam, ami nincs ott. Tehát... Na, azért, na. Ennél okosabbat elég nehéz találni. Én megmerném kockáztatni azt a kijelentést is, hogy a bolygó legokosabb embere. Na ott vannak lenne az arcok. Meg kéne őket támadni.
A potik azok fontosak lenne, mert ugye basszus, most rá kéne mennem a szürkére. Hol a szürke? A clickbait az az, amikor már hazudsz ahhoz, azért, hogy rákattintsanak, és nem az van a videóban, mint ami meg van ígérve. Viszont én nem clickbaitelek, én csak figyelemfelkeltő címeket adok, ami teljesen más, mint a clickbait. A kurva! Ne! Ez akkor is meg lesz. Ne! Ez az! No build challenge! Nyertünk! Easy! Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.